Sok a bedőlt lakáshitel. Országszerte már több mint 20 ezer ingatlant vásárolt meg a Nemzeti Eszközkezelő. A második legtöbb felajánlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett. Magyar Tudomány napja. 2020-ig mintegy 3700 milliárd forint áll rendelkezésre a hazai mezőgazdaság és a vidékfejlesztés támogatására, hangzott el a megyeházi rendezvényen. Koraszülött világnap. Minden tizedik baba koraszülött a régióban. Az esetek mintegy 90%-ánál fertőzés mutatható ki a méhen belül. Országszerte már több mint 20 ezer ingatlant vásárolt meg a Nemzeti Eszközkezelő 2012-es indulásától. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez a lehetőség eddig 110 ezer ember lakhatását érintette, a programban résztvevők pedig összesen 160 milliárd forint adósságtól mentesültek. A második legtöbb felajánlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett, itt eddig több mint 1900 lakást vásárolt fel az eszközkezelő. A Nemzeti Eszközkezelő 2012. január 1-én azzal a céllal indult, hogy felvásárolják az ingatlanokat azoktól a hiteladósoktól, akik nem tudják fizetni a törlesztő részletüket, tartozásuk pedig eléri a minimálbér kétszeresét. A lakásokat önkéntes alapon a hitelt nyújtó pénzintézet közreműködésével lehet felajánlani. Az eszközkezelő ellenőrzi az ingatlanok műszaki állapotát, és amennyiben lakhatásra alkalmasak, megvásárolják azokat. A legtöbb felajánlás Borsod Bauy-Zemplén megyéből érkezett, ezt követi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A felajánlások már jóval meghaladták a 28 ezeret, konkrétan 28.433 felajánlás érkezett az indulástól kezdve ez év október 31-éig. Ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 2655 és Nyíregyházáról 428 darab felajánlás érkezett. A múlt héten átlépte az eszközkezelő a 20 ezres bűvös számot, tehát már több mint 20 ezer ingatlant vásárolt meg a fennállása óta. Valamivel több mint 1900-at Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és 300-at Nyíregyházán. Az eszközkezelő a vásárlás után hosszú távú, örökíthető bérleti szerződést köt az ingatlan korábbi tulajdonosával. A havi bérleti díj pedig attól függ, hogy a hitelfelvételkor mekkora volt a lakás becsült forgalmi értéke. Ennek az értéknek a 1,5%-a lesz az éves bérleti díj, amit 12 hónapra lebontva kell fizetni. Ez az átlag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken alacsonyabb az ország többi részéhez képest. Itt 8680 forint, Nyíregyházán azonban már 12.500 forint ez az összeg. A lakások visszavásárlására mindenkinek lehetősége van fél évvel a szerződés kötés után, ez a jog azonban 6 év után elvész. A visszavásárlási jog akkor is törlődik, hogyha valamilyen oknál fogva felmondásra kerül az eredeti határozatlan idejű bérleti szerződés. Ez nem azt jelenti, hogy akkor ki kell költözni az ingatlanból, hogyha bérleti díj vagy közös költség nem fizetés miatt fel kell mondani a szerződést, mert az eszközkezelő működtet egy úgynevezett határozott idejű bérleti szerződés programot, tehát a fizetési nehézséggel küzdő bérlők számára egy mentorszolgáltatással egybekötött tulajdonképpen egy időt ad arra az eszközkezelő, hogy a fizetési képességet rendezni tudja a bérlő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig összesen 4-en tudták visszavásárolni a lakásukat, egy ingatlan Nyíregyházán, 3 további pedig más településen került vissza eredeti tulajdonosához. 2020-ig mintegy 3700 milliárd forint áll rendelkezésre a hazai mezőgazdaság és a vidékfejlesztés támogatására, hangzott el a Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett rendezvényen a Megyeházán. Szakemberek szerint ez az összeg a mezőgazdaság irányainak meghatározására is hatással van, így már most érdemes a fejlődési irányokat a fenntartható és biztonságos élelmiszer termelés megvalósítására fordítani. A bolygónk mindössze 4%-a használható mezőgazdasági termelésre. A hazai élelmiszerbiztonság és a földművelés ki van szolgáltatva az időjárás, a globális felmelegedés, valamint a városiasodás hatásainak. Éppen ezért fontos felkészülni a gazdálkodás technikai változásaira, a képzésekre és az erőforrások megfelelő felhasználására, hangzott el a Magyar Tudomány Napja alkalmából tartott megyei konferencián. Minden évben megadunk egy tematikát, hogy mely terület köré építjük fel magukat az előadásokat,
az eladás sorozatot. Ebben az évben a mezőgazdaság és az élelmiszer termelés lett a fő tematika, a fő irányvonal, és ez nem véletlen. Egyrészt azért, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, azt hiszem, hogy igencsak egy mezőgazdasági megye, másrészt meg, amikor a megyei önkormányzat a stratégiai programjait, a koncepciót tervezte, illetve megvalósította, akkor az egyik fő cél, amely mentén elképzeljük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kitörési pontjait, az pontosan a versenyképes élelmiszergazdaság, illetve ennek a fejlesztése, ennek a lehetőségeinek a úgymond kibontása. A hazai mezőgazdasági fejlesztések a következő években meghatározhatják az ország élelmezés és élelmiszerbiztonsági helyzetét is. Előbbi a megfelelő mennyiségi, utóbbi pedig a megfelelő minőségű élelmiszerek termelés. Jelenti. Az elkövetkezendő éveket 2020-ig, ha nézem, akkor nagyon jelentős összeg fog áramlani a magyar mezőgazdaság és a vidék fejlesztése érdekében. Ez összességében csak a támogatási hányadot, ha nézem, 3700 milliárd forint, ami, hogyha az önerővel, saját forrással együtt, mint egy 5000 milliárd forintot jelent, ami a közvetlenül az agrárium, a vidék fejlődését fogja szolgálni. Nyilvánvalóan ez egy akkora hatalmas összeg, ami kihatással van a mezőgazdaság fejlődésére, az egyes irányok meghatározására. Németh Tamás akadémikus a konferencián elmondta, a Kárpát-medence természeti adottságai kiválóak a mezőgazdasági termelés szempontjából, a gazdasági és a társadalmi környezet pedig folyamatosan javul. Egyrészt komolyan kell venni magunkat, másrészt képzett emberek kellenek a rendszerbe, ebben azért az elmúlt 20-25 évben a tulajdonos cserékkel, a reprivatizációval és egyéb dolgokkal azért volt néhány kedvezőtlen változás is, illetve fel kell készülnünk arra, hogy az időjárás bennünket is érinteni fog, tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki komolyan akar gazdálkodni, akkor meg kell nagyon választani azt, hogy mivel foglalkozik, illetve elkerülhetetlen lesz az öntözésnek a komoly átgondolása. Németh Tamás hozzátette, az itthon felhasznált élelmiszer mennyiség másfél-kétszeresét kell megtermelni ahhoz, hogy megfelelőnek mondhassuk a mezőgazdaság működését. Minden tizedik baba koraszülött a régióban, tájékoztatta televíziónkat a József András Oktató Kórház gyermekosztályának vezetője. Dicső Ferenc kérdésünkre elmondta, a koraszülött világnap alkalmából szakmai értekezést tartottak Budapesten, ahol gyermekorvosok, szülészek és neontológusok megállapították. A koraszülésnél több ok is szerepet játszik, de az esetek mintegy 90%-ánál egy fertőzés mutatható ki a méhen belül. További rizikót jelenthet az anya aktív és passzív dohányzása. A stressz továbbá az ikerterhességeknél is jellemző a koraszülés. Bella szeptember 2-án született mindössze 900 grammal, az elmúlt hetekben szépen gyarapodott a testsúlya, hamarosan hazaengedik, ám édesanyja még most is elérzékenyül, ha az orvosok, nővérek munkájára gondol. Nem sok esélyt adtak. Aztán hála itt. Ebben az inkubátorban Ármin fekszik, ő 750 grammal született, ma pedig már a koraszülöttek világnapján ügyesen lélegzik, csak néha kell egy kicsit segíteni neki. Október 4-én szültem, és 25-26 hétre, hát átesett egy műtéten, egy botallóér bezáráson Debrecenbe, és 6 hete vagyunk már itt, 2 hete jöttünk vissza Debrecenből, most már úgy látom, hogy jobb az állapota, jó itt az ellátás, és jól vagyunk. Koraszülésről akkor beszélünk, ha a baba a 38. terhességi hét előtt jön a világra, de van egy testtömegre vonatkoztatott érték is, ennek értelmében hivatalosan a 2500 g alatt született gyermekek is koraszülöttek. Minden olyan magzat, aki megszületik és életjelenséget mutat, ő élve szülöttnek tekinthető, azonban van egy terhességi határ, az életképességnek a határa, ez a várandóság betöltött 24. hete. Tehát ha valaki 24. hét után születik, és a testtömege 500 g felett van, akkor ez szülésnek számít. Az adatok azt mutatják, még mindig gyakori a koraszülés hazánkban. Sajnos ma Magyarországon a koraszülés gyakoriság még mindig nagyon magas, mert ez 9-10%, ez régióktól függ. Itt a mi régiónkban ez 10%-ra tehető, tehát az azt jelenti, hogy ma is még minden tizedik megszületett baba koraszülött.
Egy-egy koraszülött baba ellátása hatalmas terhet ró a családra, a kórházra és a társadalomra is. A csecsemők átlag 2,5 hónapos ellátását az OEP finanszírozza, ez akár 1,5-3 millió forint is lehet. Kedvez az enyhe időjárás az influenza vírus terjedésének, ezért az orvosok azt tanácsolják, hogy aki teheti vagy a rizikó csoportba tartozik, azaz szív- és érrendszeri esetleg krónikus betegsége van, mindenképpen oltassa be magát. Az idei 3 törzsből összeállított oltóanyagot a rizikó csoportba tartozók térítésmentesen igényelhetik a házi orvosuknál. Az oltásnak ugye az lenne a szerepe, egyrészt, hogy egyén szintjén is védje az embereket, illetve ugye, hogyha a megfelelő átoltottságot a lakosság körében el tudnánk érni, akkor akár még a járvány kialakulását is meg lehetne akadályozni. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján azért erre reális esély nincsen, mert azért a célértékektől messze-messze elmaradtunk, de a rizikós lakosság körében, tehát egészségügyi dolgozók, vagy olyan emberek, akiknek például szívérrendszerű vagy krónikus légzőszervű betegségei vannak, tehát fokozott rizikójak, azoknak mindenképpen ajánlatos az oltás felvétele minden hamarabb, tehát még azelőtt, hogy a járvány kialakulna. Leginkább szoftverfejlesztő, mechanikai és elektronikai szerelő, valamint élelmiszeripari vállalkozások németországi piacra lépését tudja segíteni a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. A lehetőségekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A játékkockás alkotás célzott és tervezett is lehet. A veselényis diákok például az elmúlt hónapokban fekete-fehér, valamint a szürke meg annyi árnyalatú kockáját használták fel, és op-art stílusú képeket készítettek. Ezeket most a legógyárban állították ki. Ötödik meccsén is megőrizte hibátlan bajnoki mérlegét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az újonc Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapatának vendégeként lépett pályára, és 99-62-es győzelemmel távozott a fővárosból. Leginkább szoftverfejlesztő, mechanikai és elektronikai szerelő, valamint élelmiszeripari vállalkozások németországi piacra lépését tudja segíteni a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. Jelenleg leginkább az autóipari beszállítók és a fémmegmunkálással foglalkozó cégek termékeit szállítják a német piacokra, hangzott el egy nyíregyházi konferencián. A berlini Magyar Nagykövetség adatai szerint Németországban jelenleg 1200 magyar vállalkozás tevékenykedik. A régióban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számos német érdekeltségű cég működik. Ezek szintén kapcsolódási pontot nyújthatnak a német piacokhoz. Jellemzően, amivel a leggyakrabban megkeresnek bennünket magyar vállalkozások, az éppen a piaci információk, összeállítása, ágazati információk, üzleti partnerkeresés nagyon gyakran, tehát már egy adott termékszolgáltatás esetében, aztán vásárokon, kiállításokon való részvételnek, Németország részvételnek a megszervezése, illetve ugyan ezek vannak kevesebben, de előfordul, hogy olyan vállalatok is megkeresnek bennünket, akik Németországban szeretnének leányvállalatot alapítani, illetve saját céggel szeretnének a német piacon megjelenni, ebben is tudunk segíteni. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara azt ajánlja a magyar vállalkozásoknak, hogy felkészülten vágjanak bele a németországi terjeszkedésbe, és nem menekülési alternatívaként gondoljanak a német piacra. Legfontosabb a nyelvtudás mellett az üzleti kultúra és a heterogén piac ismerete. Nagyon sok megkeresést kapunk szoftverfejlesztés területéről, valamint olyan területről, ami mechanikus, tehát összeszerelési munkát igényel, jellemzően például elektronika, de ugyanakkor a magyar élelmiszerek is keresettek Németországban. Nem feltétlenül minden esetben ajánlunk egyébként cégalapítást, lehet van, amikor egy kereskedelmi partnerrel, vagy éppen egy kereskedelmi ügynöknek az igénybevételével nagyon jól működtethető ez a tevékenység, de olyan területek is, jellemzően például az ipari szolgáltatások ide tartoznak, amikor egy nagyon nagy helyismeretet, illetve nyelvismeretet igénylő témáról beszélünk, akkor szoktuk ajánlani a cégalapítást, és itt a legközkedveltebb társasági forma az a KFT. Balog Ilona hozzátette, a piacra lépéshez fontos földrajzilag jól pozícionálni a terméket vagy a szolgáltatást, mivel Németország 16 különböző gazdasági potenciájú tartományból áll. Emellett a vállalkozásoknak stabil lábakon kell állniuk, hogy fel tudjanak készülni a devizakockázatok kezelésére is.
A tanulmányi eredmények javulásában és a kreativitás fejlődésében is segíthet a legózás, véli Hudák Zsolt, a Veselényi Miklós Középiskola szakiskola és kollégium pedagógusa. A játék kockás alkotás célzott és tervezett is lehet. A veselényis diákok például az elmúlt hónapokban fekete-fehér, valamint a szürke meg annyi árnyalatú kockáját használták fel, és op-art stílusú képeket készítettek. Ezeket most a legógyárban állították ki. Két éve merült fel a veselényisekben, hogy 24 óra alatt játékkockákból rakják ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térképét. A több száz diákot megmozgató rendezvényt végül tavaly szervezték meg a nyíregyházi legógyár támogatásával. Akkor az az igazság, nem gondoltuk, hogy ez a kapcsolat ilyen sokáig fog tartani. Az építés után négy diákon megkeresett azzal, hogy a maradék kockákat felhasználhatják-e arra, hogy saját kreativitásukat kifejezzék. Ennek a végén azt vettük észre, hogy év végére a magatartási gondok eltűntek, illetve az eredményeik javultak, és 2014. szeptember 1-én alakítottuk meg a Teker nevű csoportunkat. A nemzetközi sikereket elérő csoport tagjai közösen ötletelnek, hogy mit is valósítsanak meg. Nincsenek ragasztva a képek, ezeket sima felületen építettük, és úgy kereteztettük be egymásra, vagy alapokra építettünk. Több tízezer kockát használtak fel a diákok az elmúlt hónapokban, ehhez szükséges az iskola partnere, a LEGO támogatása és szakmai segítségnyújtása is. Folyamatosan gondolkodunk természetesen azon, hogy hogyan tudjuk azokat a tehetségeket segíteni, akik valamilyen szinten kötődnek a LEGO-hoz. Ezek lehetnek olyan gyerekek, akik tényleg nagyon kicsikék, vagy lehetnek éppen nagyobbak, vagy lehetnek valóban középiskoláskorúak, mint azok a tehetségek, akik ezeket a gyönyörű alkotásokat összehozták. A veselényis diákok munkáját a gyár játékcsomaggal ismerte el, az alkotásokat pedig a nyíregyházi központjában állította ki. Ötödik meccsén is megőrizte hibátlan bajnoki mérlegét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az újonc Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapatának vendégeként lépett pályára, és 99-62-es győzelemmel távozott a fővárosból. Az NKS a következő körben a Kecskemétet fogadja. A meccs első kosarát a hazaiak szerezték, de az újonc ezzel gyakorlatilag el is lőtte az összes puskaporát. Az első negyedet 14, a másodikat 17 ponttal nyerték a vendégek, így a folytatás már formalitás volt. A nyíregyházi csapatban pályára léphettek a máskor kevesebbet játszó fiatalok is, a siker egy pillanatig sem forgott veszélyben, az NKS egy hiány 100 pontot szerezve gyűjtötte be ötödik győzelmét. A palánk alatt nem tudtak az Orsival mit kezdeni, Dia is akkor bontotta meg a védelmet, amikor éppen önnek látta, a többiek pedig ezekből a kiosztásokból, leosztásokból szépen betaláltak. Második félidőben ugye a két Kuzsát és a Hósonot próbáltuk pihenteni, tehát a Diát és az Orsi nem igazán játszottuk. Itt már beállt egy 2-3-as zónába az ellenfél. Ugye a terem nagysága miatt is itt nagyon nehéz volt, mert szűkebb, kisebb teremben játszottunk, mint a szabályméret. Nagyon nehéz volt a betöréseket végrehajtani, mert igencsak agresszívan, keményen léptek oda, és mivel megvolt már a kellő különbség a mérkőzésen, a játékvezetők is azért kicsikét engedékenyebbek voltak ezekkel a fautokkal, de szerintem ez arra jó volt, hogy játszani a jó mérkőzés, mindenkinek erről lehetőséget tudtunk adni, és készülünk a következő heti mérkőzésünkre. A nyíregyházi kosársuli a következő fordulóban vasárnap a Kecskemétet fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Tudjuk jó, ugye, hogy van két olyan játékosa, aki mérkőzésről mérkőzésre 30 pont körüli átlagra képes. Hát mindenféleképpen erre kell, hogy készüljünk. Ez a mérkőzés is már azt szolgálta. Tehát mondom, itt is beállhattunk volna egy zónában, ami sokkal nehezebbé tette volna az ellenfél dolgát. De ugye egyértelműen arra kell készülnünk, hogy az egy-egyen játékot valamilyen szinten a Kecskeméten is le kell, hogy védjük. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest áll, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező, szintén hibátlan nyíregyházi kosársulit. A Kecskemét 3 győzelemmel és 3 vereséggel az 5. a tabellán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Országszerte már több mint 20 ezer ingatlant vásárolt meg a Nemzeti Eszközkezelő 2012-es indulásától. Ez a lehetőség eddig 110 ezer ember lakhatását érintette, a programban résztvevők pedig összesen 160 milliárd forint adósságtól mentesültek. A második legtöbb felajánlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett, itt eddig több mint 1900 lakást vásárolt fel az eszközkezelő.
2020-ig mintegy 3700 milliárd forint áll rendelkezésre a hazai mezőgazdaság és a vidékfejlesztés támogatására. Hangzott el a Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett rendezvényen a Megyeházán. Szakemberek szerint ez az összeg a mezőgazdaság irányainak meghatározására is hatással van, így már most érdemes a fejlődési irányokat a fenntartható és biztonságos élelmiszertermelés megvalósítására fordítani. Minden tizedik baba koraszülött a régióban. A koraszülésnél több ok is szerepet játszik, de az esetek mintegy 90%-ánál egy fertőzés mutatható ki a méhen belül. További rizikót jelenthet az anya aktív és passzív dohányzása, a stressz, továbbá az ikerterhességeknél is jellemző a koraszülés. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden, friss hírekkel, természetesen holnap este is várjuk Önöket, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a hazánkat észak felől súroló hideg front nem hoz komolyabb változást időjárásunkban, folytatódik az enyhe idő. Éjjel eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor egyaránt előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. Holnap napközben megnövekszik a felhőzet, azonban sok napsütés is várható. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még többnyire napos, tavasziasan enyhe időre számíthatunk, majd a hét végén már sok lesz felettünk a felhő, és csapadékosra fordul az időjárás, az addigi enyhe időt követően több fokos lehűlés valószínű. Az eső mellett a hét végén a hegyekben már havas eső, havazás is előfordulhat, a jövő hét hűvös, változékony idővel indul, záporok, hózáporok is lehetnek.